Önök a Gödvárosi Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket, Vernk Ádám vagyok. Nézzük főbb híreinket először röviden. Önkormányzati választások, beszámoló a gödi eredményekről. Szüreti fesztivál, 8. alkalommal rendezték meg a nagy népszerűségnek örvendő napot. Őszi zene és humor kavalkád, jótékonysági rendezvény a Váci Művelődési Házban. Palánk kiállítás, felhívás az állatok védelméért. Október 12-én országszerte problémamentesen lezajlottak az önkormányzati választások, amelyen Göd lakosainak több mint 40%-a adta le szavazatát. A helyi eredményekről dr. Színai József címzetes főjegyző számolt be stábunknak. Az október 12-i önkormányzati választáson a 15.233 szavazásra jogosult választópolgárból 6.353-an vettek részt, ez 42%-os részvételi arányt jelent. Az alsógödi és a felsőgödi település rész között tapasztalható volt, mintha alsógödön egy picivel többen szavaztak volna, mint felsőgödön. Tehát nem, felsőgödön meghaladta a 30%-ot, alsógödön nem érte a 40%-ot, tehát ez körülbelül így lett összehasonlítani a két település részt. A legfontosabb kérdés polgármesterválasztás volt. Itt 2450 szavazattal Markó Zsef, Fidesz-KDNP nyert el a polgármesteri mandátumot. Második helyen Kocsi Tamás független jelölt végzett 1745 szavazattal. Harmadik lett Gergely Zoltán, a Jobbik jelöltje, 862 szavazattal. Negyedik Lőlincz László, a DK Együtt PM MLP jelöltje, 737 szavazattal, és ötödik helyen Pincei Tamás végzett 482 szavazattal. A képviselőtestület összetétele változik az előző négy évhez képest? Alig változik. Az elmúlt négy évben a 8 egyéni választókerületet, mind a 8-at a Fidesz-KDNP jelöltjei nyerték. Most 7-et nyertek így módon, illetve Kovacsi Tamás immár függetlenül nyerte meg a saját választókerületét, tehát így alakul a egyéni választókerületetnek a sorsa, és az előző választáshoz hasonlóan a három listás mandátumot az ellenzéki pártok kapták meg. Most a Jobbik, a DK, illetve az MSZP megosztásban. Egyes választókerületben Győztes Lenkei György Fidesz-KDNP, kettes választókerületben Simon Tamás Fidesz-KDNP, hármas választókerületben Kovacsik Tamás független, négyes választókerületben Csányi József Fidesz-KDNP, ötös választókerületben Szabó Csaba Fidesz-KDNP, hatosban Markó József Fidesz-KDNP, hetesben Dr. Pintér György Fidesz-KDNP, és a nyolcasban Szász Vadász Endre Fidesz-KDNP. És a listás mandátumok akkor így konkrétan Vidák Árpád, DK Együtt PM MLP, Sipos Rihárd Jobbik és Pincei Tamás MSZP. Tehát ez a 11 fős összetétel a képviselőtestületnek. Az önkormányzati választásról bővebb összefoglalót láthatnak majd Közös Dolgaink című magazin műsorunkban. Október 4-én lezajlott az idei Szüreti Lovas Fesztivál a Feneketlen tó melletti réten. Az eseményen hagyományosan a fő attrakció a lovas felvonulás, valamint a bogrács főzőverseny volt. Az eseményen résztvevőket Markó József, Gödváros polgármestere köszöntötte, majd a színes programokkal teli napot a Drámszütő Együttes hangulatos produkciója nyitotta meg. Az idei fesztiválról az egyik főszervezővel, Gusztos Rózsával beszélgettünk. Lassan véget ér a 8. Szüreti Fesztivál. Az egyik főszervezőt kértem meg, hogy értékelje az eseményt. Értékelésről nem nagyon tudok beszélni, de én úgy láttam, hogy sikeres volt. Az embereknek tetszett, sokan jöttek, viszonylag az idő is kedvezett nekünk. Szerintem úgy általánosságban mindent jól csináltunk, szétdolgoztuk magunkat, ahogy az szokásos. Protekció sem volt a főzőversenyben, ezt tudjuk. Mert hogy most zsűri tagként értékeltem az ennivalókat, meg az ételeket. Én, ha most körbenézek, így délután 5 óra körül, még mindig nagyon sokan vagyunk itt. Még lovasok is vannak, bár a nagyja már azért hazament. Én szerintem úgy sikerült, ahogy kellett. Úgyhogy túl sokat nem tudok hozzátenni. Ha bírjuk erővel, egészséggel, jövőre ugyanitt találkozunk. Köszönöm! Thank you.
már ugye a 8. alkalom, amikor megszervezzük ezt a születi fesztivált. Emlékszem rá, hogy az első fesztivál előtt a Gusztos Gábor barátomnak az ötlete volt, hogy szervezzünk Gödön is egy ilyen születi fesztivált, hiszen ő akkor már évek óta járt a környező településekre, és egy nagyon jó hangulatú rendezvényeken vett részt, és Gödről hiányoltuk az ilyen típusú rendezvényeket, és akkor összefogtunk, és megszerveztük az elsőt, ami már első pillanattól kezdve egy nagyon nagy sikere volt. Ugye eleve összekötöttük a születi fesztivált egy bográsfőző versenyvel, és minden évben elmondhatjuk azt, hogy 12-18 csapat vesz részt ezeken a bográsfőző versenyeken. A közönség szavaz, és mindig megszavazzuk, ugye Göd bográsmestere címét is átadjuk minden évben. Idén egy kicsit másképpen történt ez a zsűrizés. Igen, idén változtattunk ezen a szabályon, hiszen idén először a közönségdíjon kívül volt egy szakmai zsűri is, egy háromfő szakmai zsűrit állítottunk össze, és ő állapította meg a rangsort tulajdonképpen a főzők között. Melyik programnak örülnek szerinted leginkább a gyerekek? Hát a gyerekek szerintem vita nélkül a malacfogó versenynek örülnek a legjobban. Idén is volt két kategória, ugye a 12 év alattiak és a 12 év fölöttieknek egy-egy kis malacot engedtünk el a téren, és ők nagyon nagy örömmel szaladtak utánuk, sőt, rendhagyó módon ebben az évben felnőtteknek is kellett szerveznünk egy malacfogó versenyt, mert már évek óta reklamálják, hogy miért csak a gyerekeknek adunk egy ilyen izgalmas programot. Mi történik utána vajon a kismalacokkal? Hát utána a kismalacokat általában visszakerülnek arra a tanyára, honnan elhoztuk őket, mert a család nagyon örül, hogy a kisgyerek elkapta a malacot, de azért ugye nem tudnak vele mit kezdeni, és visszakerül a testvéreihez és a szüleihez. A délelőtti felvonulás hogyan történik? A délelőtti felvonulás az rendszerint úgy történik, hogy Szőlőligetről az iparos centrum elől indulunk. Idén 40 lovas vett, közel 40 lovas vett részt, és 7-8 hintó vagy lovaskocsival indultunk el. Másfél-két óra alatt értünk el, ugye Felsőgödtől egészen ide Alsógödig a Feneketlentóhoz, és akkor a város szinte összes lényeges pontját megpróbáljuk érinteni. Kínáljuk az utcán lévő embereket pogácsával, pálinkával, ahogy ez szokás. Október 19-én vasárnap a Váci Művelődési Házban őszi zene és humor kavalkád címmel jótékonysági napot tartanak a Fehér Bot napja alkalmából. Az ingyenes programban az érdeklődőket többek között a Dynamic Tánc Stúdió, valamint a Duma Színház fogja szórakoztatni. A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak. Ez a rendezvény arról fog szólni, hogy a Fehér Bot napja, ugye ez most pénteken lesz, ennek az alkalmából rendezzük meg ezt vasárnap, ezt a rendezvényt a Váci Művelődési Házban. Hát igazából ez egy jótékonysági rendezvény, az iroda felújítására gyűjtünk. Úgy tervezzük, hogy ingyenes lesz a program, két gyűjtőláda lesz kihelyezve, mindenki annyit dob bele, amennyit szeretne, és ez lesz a belépő ára. A fellépőkről, illetve a programról annyit, hogy ez délután 6 órakor kezdődik, egy rövid nyitóbeszéddel. Tán a Váci Dynamic Tánc Stúdiónak a növendékei fognak előadni egy előadást. Utána a Duma Színházból három fiatalember fog egy műsort leadni, illetve a végén pedig fiatal musical színészek fogják szórakoztatni a közönséget. Elhangzott, hogy az irodaház gyűjtésére ez konkrétan mit takar? Hát nem irodaház, hanem egy iroda gyűjtésére, ahol mi igyekszünk a vakok és gyengéllátók segítségére lenni mindenféle szolgáltatással és egyébbel, amire szükségük van. Ezek lehetnek gyerekek vagy felnőttek, illetve a hozzátartozóknak is igyekszünk a megfelelő tájékoztatást és segítséget nyújtani. Mi itt igyekszünk végezni ezt a munkát, de elég rosszak a körülmények. Egyrészt a szigetelést szeretnénk nagyon megoldani, mert télen 17 fokban tudunk dolgozni, és nem csak mi rólunk szól a történet, hanem akik ide belátogatnak hozzánk, ők is ugyanebben a környezetben vannak. Szeretnénk, hogyha méltó körülmények fogadnák ezeket az embereket is. Akkor még egyszer hangzódjon el, konkrétan hol és mikor lesz ez a rendezvény? Vasárnap lesz 19-én a Madách Imre Művelődési Központban Vácon, és 18 órai kezdettel. Szeptemberben az állatok védelmére felhívó jótékonysági kiállítást rendeztek Erdőkertesen. A Gödi Őszi Kék Egészségmegőrző Klub alapító tagjának Palánk elnevezésű kiállításának fő témája az állatok szeretete, védelme, valamint az állatvédők nehéz helyzete volt. Az esemény apropójáról Temesi Attilával beszélgettünk.
palánk kiállítás apropója az volt, hogy a magyar állatvédők szép számmal elég nehéz helyzetben vannak. Magyarországon az állatvédelmi kérdés elég gyerekcipőben jár. 89-ben született egy állatvédelmi törvény, amit azóta többször módosítottak. A legutóbbi módosítás 93-ban, majd 2013-ban, hogy az országgyűlés meghozta az állatvédelmi törvényt. Hát elég sok kivetni valót hagy maga után, mivel egy törvény akkor ér valamit, hogyha ezt be is lehet tartani, és be is tudják tartatni. Szóval minden településen és országszerte működnek állatvédő szervezetek, akiknek ugye a feladatát majdnem mindenki ismeri. Tehát ők egyedül keveset tudnak tenni. A palánk kiállítást azért találtam ki egy privát kezdeményezésként, hogy segítsem az állatvédők munkáját. Konkrétan azzal, hogy az ott kiállított képek közül felajánlottam egyet, amit valamelyik szervezet magával vihet, és a saját weboldalának a licit falán adományért értékesíthet. Ez körülbelül azt jelenti, hogy mivel pénzadományt nem tudok adni annyi felé, annyi állatvédőnek és annyi szervezetnek, alapítványnak, menhelynek, így én ezzel támogatom az ő munkájukat. Több szponzort is találtam erre a kiállításra, akik szintén adományokkal segítették elő a kiállításnak a sikerét. Több mint 30 kiló fagyasztott húsárut kaptam, akkor verses könyveket, irodalmi köteteket, majd egy goblen képet is, és ezek mind-mind kiosztásra kerültek, és reméljük, hogy az állatok hasznára válnak. A kiállítással szerettem volna felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy az állatvédelmi törvény fontos, beszélni kell róla, sok hiányossága van, és muszáj a gyerekeket is ránevelni az állatszeretetre. Az emberek fejében rendet kell tenni, mert ez a kérdés, ez napi szinten ott van közöttünk. És most lássuk rövid híreinket, a helyi önkormányzati választás részletes eredményeit, kedves nézőink, megtekinthetik Gödváros honlapján is, a www.göd.hu weboldalon, illetve azon belül a helyi önkormányzati választás menüpontra kattintva. A Gödvárosi Televízió munkatársai nevében gratulálok a képviselő testület régi és új tagjainak, valamennyiüknek jó és eredményes munkát kívánunk! Havonta egy alkalommal baba-mama játszóházat tartanak a Városi Önkormányzat Szivárvány bölcsödéjében. A következő foglalkozás időpontja október 27-e, hétfő délután 4 óra. A bölcsöde dolgozói sok szeretettel várnak minden nyitott, játszani szerető, közösségi élményre vágyó kisgyermeket és szüleiket. A részvétel ingyenes. A Pedagógus Klub október 28-án, kedden délután 3 órakor könyvbemutatót tart a József Attila Művelődési Házban. Körmendi Viktória mesél Félhomály, a titok című regényéről. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a belépés díjtalan. Kedves nézőink, Önök a Gödvárosi Televízió híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!